Azt mondhatom, hogy Laci, egyébként most már Faternak hívom, mert megengedte, hogy így hívjam, így 10-11 év után, és az tény, hogy iszonyatosan szereti a kislányát, ami nagyon dicséretes, de nekem volt életemben pár após jelöltöm, de ő az, akit elmondhatom, hogy igazán aposomnak. Én szerintem óriási szívvel rendelkezik az öreg. Ha ezt most hallja, hogy öregnek neveztem, engem kinyíre egyébként. Ott jön apa! Szia, apa! Én már James Bond. Hello, hello! És felhoztad a izét, sövényvágót? Mekkora Isten király vagy, Fater? Nagyon nagy forma, nagyon vicces, nagyon jó szívű. Én talán vele tudok a legjobban beszélgetni, a páromon kívül persze. De ő legalább beszél is velem. A párom az meghallgat, de nem beszél vissza. De Faterral nagyon jókat tudok dumálni. Én nagyon-nagyon kedvelem. És bárki, akinek bemutattam, konkrétan az én nagymamámnak is, az édesapám anyukájának, neki konkrétan 95 évesben is jön a nagy Fater. És ha nem nagy Fater, bocsánat, a Laci. Édes atya úr. Mi eljöttünk mellette? Atya úr Isten, 6 éve. Nem voltam itt 6 éve. Mindig, mikor felhívom a nagymutát, hogy szia mama, hogy vagy? És jaj, mondd meg annak az aranyembernek. Mondd meg neki, hogy jön az egy olyan aranyember. És nagyon vigyázom, és nagy, add át neki, hogy nagyon puszírom. Mama, 95 éves vagy, mert maradj már magadnak, hát nem meg. De imádom, szeretem, de hát meg ilyen öreg Lacika jó képű pasinak számít így a kórhához képest, tehát úgy kamázák a csajok.